A megtérésnek az útja, az először kell egy csöpnyi hit, ami nyilván kegyelem, hogy elhidd azt, hogy az irgalmas Isten az megbocsát, és hogy ő vele akarja a szövetséget kötni, és ő vele akar élni. De utána, testvéreim, egy mérhetetlen nagy alázat kell. Az igazi megtérés az mindig ott kezdődik, amikor kapitulálunk az Isten előtt. Amikor le tudunk borulni, hogy Uram segíts, mert nélküled nem megy. Amikor tényleg fölismerjük magunkból, hogy milyen hihetetlen kevés bennünk a szeretet. Istenem, csinálj velem valamit, mert így élni nem érdemes. Ennyi szeretettel, ilyen önző módon, ennyi nyomorult bálvánnyal, így nem megy, gyógyíts ki magamból, csinálj velem valamit. Itt kezdődik, testvéreim, az igazi megtérés. És egy radikális elfordulással a bűntől, amiben mindig beleesünk. Én első vagyok a bűnösök között, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy itt az szent kiáll, azt megmondja nektek, hogy mi a stájsz. Az a helyzet lehet, hogy itt a sátorban mindenki jobb ember nálam. De tudjátok, mi nem számít? Vagy mi az, ami számít inkább, így kéne, hogy mondjam. Az újrakezdés! Az, hogy amikor hülyeséget csinálsz, szeretetlen vagy, bűnkövetszel, és ebben föllázadsz Isten ellen, változtatni akarjál, és újból neki mész. Azt lehet, hogy újból elbuksz. De Isten felé törekszel, a szeretet útján jársz. Ez az, ami számít. És gyerekek, a gyónásban is az a csoda, hogy az elsősorban arról szól, hogy fölismered, hogy te mennyire nyomorult, szerencsétlen, bűnös vagy, és hogy az Isten így is szeret. És azt mondja neked, hogy szeretlek úgy, ahogy vagy, de ne maradj olyan, amilyen vagy. Ez a fantasztikus dolog a gyónásban.